20. alkalommal engedték útjára szerdán a református gimnázium kerékpáros csapatát, akik egészen Aradig tekernek majd, hogy a vértanúk emlékművénél elhelyezzék az emlékezés koszorúját. Idén 13 végzős és 13 11. évfolyamos diák indult útnak, 4 tanár kíséretében. Az ünnepségen Kuti József református lelkész tartott áhítatot, majd Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester köszöntötte a csapatot. Az alpolgármester szerint az emléktúrának fontos szerepe van a kapcsolatépítésben, egyének és városok között is. Köszönetét fejezte ki azért, hogy a csapat elviszi Kecskemét koszorúját az emlékműhöz, így városunk szimbolikusan fejet hajthat a hősök előtt. Idén a Rákóczi Szövetség támogatásával nem csak az aradi vértanúkról, hanem 1956 hőseiről is megemlékeznek a túra résztvevői, közösen az aradi Csiki Gergely főgimnázium diákjaival. A búcsúztatón az iskola igazgatónője Szenes Mártonné is szólt a csapathoz. Arra buzdította a fiatalokat, hogy a nehéz pillanatokban se feledjék, mi a túra célja. Miután feltűzték a koszorúra a nemzeti színű szalagokat, egy diákot is köszöntöttek, aki október 6-án született. Makai Bélát nagy meglepetés érte, hiszen szüleitől azt az ajándékot kapta születésnapjára, hogy ő maga is részt vehet a kerékpártúrán. És a születés csak ajándék, hogy jösszeljék a túrára. Ezek után útnak indították a csapatot.